Január 6-a napjával, vagyis vízkeresztkor hivatalosan is elérkezett a karácsonyfa lebontásának az ideje. Ezek a fenyőfák pár napja még feldíszítve álltak valaki otthonában. Hamarosan azonban Tolna megye szerte elindulnak az Aliszka Terra Nonprofit Kft. Járatai, többek között Szekszárdon is, hogy begyűjtsék az örökzöldeket. Az idei évben is ugyanúgy, mint minden évben, januárban kettő zöld szállítást szervezünk, mind a kettő fenyőfa szállításról szól. Az első az jövő héten hétfőn 10-én várható, a következő 24-én szintén hétfői napon. Ezt a szállítási naptárunkban meghirdettük és meg is jelöltük. Ezt a naptárat mindenki megkapta az idei év elején. Nagyon-nagyon fontos, ezt is minden évben kérjük a lakókat és most is kérjük. Mindenképpen a fenyőfa talpakat távolítsák el, illetve diszeket a fákról, mert ezek veszélyesek, balesetveszélyesek. Egyrészt, másrészt kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edények mellett helyezzék el a fenyőfákat. Lehetőség szerint a szállítást megelőző napon. Tudom, hogy ma már a város tele van fenyőfával. Sajnos nem tudunk több járatot indítani, mert a többi településre is be vannak osztva a járataink. Az ügyvezető azt mondja, az előző évek tapasztalatai alapján megközelítőleg 7000 darab fát fognak elszállítani a Tolnai megyeszékhelyről. Ez tömegébe vélhetően olyan 4,5 tonna nagyságrend lesz, és a két szállítási alkalommal mindenképpen meg fogjuk tudni oldani az elszállítást. A mérete az mindegy a fenyőfának, a hosszabb fenyőfákat is el tudjuk hozni, korábban 1,5 méteressel le kellett vágni, jelenleg ez már nem okoz problémát. Az elszállítást követően az örökzöldek egyébként a komposztáló telepre kerülnek. Mögöttem látható a komposztprizma, és ott a sarokban pedig a késztermék, ott történik az utóérlelése. Ahol közel 6 hónap alatt készül el a felhasználásra alkalmas zöld trágya. A komposztáló telepünkre beszállított zöld hulladékot ledaráljuk, itt 4-6 cm-es apríték készül belőle. Az aprítékot ezután megfelelő mértékben vegyítjük a többi beszállított zöld hulladékkal, beállítjuk a nedvesség tartalmát, ezután történik meg egy zárt irányított komposztálási folyamat, majd 4-6 hét múlva, amikor az első érlelési fázis megtörtént, akkor kibontjuk a komposztprizmát, az elkészült komposztot lerostáljuk, majd egy utóérlelés következik, ami körülbelül 4 hónapot vesz igénybe. Nagyjából 5-6 hónapot vesz igénybe a teljes komposztálási folyamat, ez nyilván időjárási viszonyoktól függ. Érlelés után pedig értékesítik az elkészült zöld trágyát. Gyakorlatilag a lakók találkozhatnak vele Szekszárd közigazgatási területén, mert a tavalyi évben jelentős mennyiségű komposztot szállított el a városüzemeltetés és a virágos kertekbe került, illetve kiskerti hasznosításra, talajjavításra, tápanyag utánpótlásra megfelelő. A tavalyi évben több mint 32 tonna fenyőfát gyűjtöttünk össze. Ez egyébként az éves beszállított zöld hulladék mennyiségnek csak a töredéke. Éves szinten több mint 4000 tonna zöld hulladékot dolgozunk fel.